Fejlődő nyíregyházi vállalkozás Magyarországon teljesen egyedülálló gépet vásárolt a Nyíregyházi Colorpack ZRT. Iskolakezdés. Egy első osztályos papírírószer csomagja akár 30 ezer forintba is kerülhet. A Tiszát tisztítják. Elindult a 6. tiszai PET-kupa a környezetvédelem jegyében. Magyarországon teljesen egyedülálló gépet vásárolt a Nyíregyházi Colorpack ZRT. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A csúcs technológiát képviselő offset nyomógép a legjobbnak számít jelenleg hazánkban, beleszámolva azokat a külföldi tulajdonú multinacionális csomagoló anyaggyártó cégeket is, amelyeknek hazánkban működik telephelyük. A nyíregyházi vállalkozás saját képzést szervez a szakképzett munkaerő hiány pótlására. A Nyíregyházi Colorpack ZRT 6-7 éve döntött úgy, hogy a hagyományos nyomdaipari termékek előállítását befejezi. Ide tartozik például a könyv, füzet vagy a magazin. Azóta a csomagológyártás a fő profilja a cégnek. Legutóbb egy új csúcs technológiát képviselő offset nyomógépet vásárolt a nyíregyházi vállalat. A gép egy menetben képes 6 szín nyomtatását és lakkozását elvégezni, valamint a legmagasabb minőséggel minden papír típusra akár 1 mm vastagságig nyomtatni. Alapvetően a fő irány az a csomagolóanyaggyártás. Itt beszélhetünk papíralapú címkéről, tömörkartonról, illetve ezek különböző variációiról, amit említett a felvezetőben, hogy fémre, az ebben a formában így nem igaz, de fémmel bevont papírra ez így megállja a helyét. Tehát akkor vannak azért itt tárgyalatni különbségek. Ezáltal, hogy ezt be tudták szerezni ezt a gépet, önök szerint versenyképesebbek is lettek a piacon? Mindenképpen. Úgy gondoljuk, nyilván az, amit meg tudunk csinálni, speciális termékek, azok ilyen niche marketek, úgy hívják, tehát ilyen szuper különlegesek, viszont egy olyan kategóriájú gépet sikerült meglépnünk ezzel a beruházással, amit a világon sehol nincs jobb. Magyarországon is ez a legjobb gép jelenleg, tette hozzá Zsuk László, beleszámolva azokat a külföldi tulajdonú, multinacionális csomagoló anyaggyártó cégeket is, amelyeknek hazánkban működik telephelyük. Ezek a cégek viszik egyébként a piac körülbelül 80%-át. A cég terve, hogy még inkább Nyugat-Európába is termeljenek a következő években. Jelenleg Romániába, Ausztriába, Németországba, Franciaországba, Hollandiába, Belgiumba és Nagy-Britanniába is szállít a Colorpack ZRT. A szakember hiány a nyíregyházi vállalatot is érinti. Szintén tapasztalják, hogy kevés a szakképzett munkaerő. Ennek több oka van. Nem gondolom, hogy csak az az oka, hogy most olyan fellendülőben van a gazdaság, hogy sok helyre kellenek sok emberek. Nem csak szakember hiány van, hanem ember hiány is, akikből szakembert lehetne csinálni. Hát itt ugye az alapvető probléma, nagyon sokan, nagyon sok fórumon elmondják a szakember képzés. Én vizsgáztatok különböző helyeken diákokat. Nem túl jó minőségű, maradjunk ennyibe ez a képzés. Úgyhogy ezért mi úgy döntöttünk nagyon sok évvel ezelőtt, hogy ezt megpróbáljuk házon belül megoldani. Először ezt ilyen nagyon autodidakta módon kezdtük csinálni, viszont a világban ez akkora probléma, most már nem csak nálunk, hogy erre nagyon komoly tudomány alakult ki igazából, hogy hogyan lehet cégeken belül olyan képzési programokat, képzési rendszereket kialakítani, amik életben tudják tartani a céget, és saját maga képes kitermelni a saját maga számára a megfelelő munkaerőt. Hányan is vannak önök? 80 plusz. Tehát akkor sikerült kialakítani egy képzési rendszert, egy belső képzési rendszert? Hát ez a jó pap is holtig tanul kategória, tehát nem mernék ilyet kijelenteni, hogy sikerült, de nagyon sokat foglalkozunk vele, hogy ebbe az irányba tovább fejlődjön a cég. A nyilvános cégadatok szerint a Colorpack ZRT 2017-es nettó árbevétele 1 milliárd 675 millió forint volt, adózott eredménye pedig meghaladta a 80 millió forintot.
20 ezer forint körüli összegbe kerül egy első osztályos tanuló írószer csomagja. A legkisebbeknek legalább 40 tételes az ajánlott írószer listájuk. A különböző tanórákhoz ennyi felszerelésre van szükségük. Iskolatáskával együtt, ha a legjobb minőségű árut veszik, akkor körülbelül 25-30 ezer forint körüli összegre számolhatnak a szülők a papír írószerek kasszájánál. Füzetek, tollak, ceruzák, összesen 40 tétel szerepel az általában szükséges írószerek listáján egy első osztályos számára. Ehhez jön még 12 ajánlott termék, ilyen például a füzetborító, könyvborító vagy füzetcímke. Az írószerekben hatalmas a készlet, és még egy körzőnél is akár 3000 forintos különbségek vannak termékek között. Az első osztályos, ha csak nem örökölt valamit a nagyobb testvérétől, akkor üres iskolatáskával indul szeptembertől, így ezt a 40 tételt mindet be kell szereznie a szülőknek szeptemberig. Alapvető dolgok a füzet, a ceruza, a színes ceruzák mellett azok a speciális elsősöknek való iskolaszerek, amikkel számolni, írni, betűt olvasni tanulnak, számjelkártyák, betűkirakók, dobókocka, hasonló termékek, elég sok minden. Plusz a technika csomagok, papírkészletek, amik szükségesek ahhoz, hogy egy elsős minden órán tudjon dolgozni. Egy papírírószerben egy első osztályos felszerelésére maximum 5-6 ezer forintot költenek a szülők. Ebben az árban már jó minőségű írószerek vannak, de a divatos termékek egyértelműen drágábbak is lehetnek. Egy sima A5-ös, előre elkészített füzetcsomag például 470 forint, de a darab ára 75 forintnál kezdődik, ez egészen 800 forintig drágulhat. Hasonló a helyzet például egy tollnál is, amit már 49 forintért is vehetnek, de akár 850-et is ráköltet egy szülő darabonként. A ceruzánál szintén nagy az árkülönbség, 33 és 465 forint közötti termékek közül választhatnak. A végösszeget a tolltartó is megdobhatja, egy egyszerűbb darab már 990 forintért is megvásárolható, de 6500-ért is találtunk, ez persze már töltött tolltartó. Az iskolai kellékek talán legfontosabb darabja az iskolatáska. Egy nagyon jó minőségű darab ára 10 és 20 ezer forint között van. A lényeg, hogy két vállas, állítható pántú és lehetőleg ergonomikus kialakítású legyen. Viszont ha nem mindenből a legdivatosabb és legjobb minőségű árut vásárolják a szülők, akkor egy első osztályosnak 20 ezer forint alatti összegből bevásárolhatnak az írószerben. Az a tapasztalatunk az idei évben, hogy most nincs az a kifejezetten dübörgő dizájn, mint annak idején volt mondjuk egy-egy Walt Disney figura, vagy egy népszerű tini sztár. Most nincs ilyen, és a gyerekek inkább a szép táskákat keresik, ami neki tetszik, ugye lovacskás, cicás, a fiúk azok pedig repülős, vagy pedig olyan, ami az ő lelki világukhoz jobban illik. Tehát most nincs kifejezetten ilyen nagyon erős divat. Az iskolakezdés az első osztályosoknak a legdrágább, nekik ugyanis mindent első alkalommal kell megvenni. Ezzel szemben egy középiskolás tanévkezdése már 10-15 ezer forintból is megoldható, ha a papírírószereket nézzük. Folytatódik a tanúszoda és tornaterem fejlesztés, jelentette be a sportért felelős államtitkár. Szabó Tünde kiemelte, a kormány 2014-ben döntött a mindennapos testnevelés infrastruktúrális feltételeinek biztosítása érdekében a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra programról, amelynek keretében országszerte épülnek vagy újulnak meg tornatermek, tanúszodák és komplett iskolák. A program első üteme 2015-ben, a második 2017-ben indult el. Szabó Tünde elmondta, 2010-hez képest jövőre 606 milliárd forinttal többet fordítanak az oktatásra, 18 milliárd forinttal többet, mint idén, miközben 500 iskolában indultak felújítások, bővítések. Ezek a beruházások több lehetőséget, minőségi feltételeket biztosítanak a mindennapos testneveléshez és a sportoláshoz is minden korosztály számára. A tavalyi tanévben közel 1.200.000 gyermek mozgott nap mint nap az iskolákban, ezért folytatnunk kell az iskolai sportinfrastruktúra fejlesztéseket, hogy a gyermekek és a diákok biztonságos és modern környezetben mozoghassanak.
A TTT program első ütemében 25, a második ütemben pedig további 26 településen létesül új tanúszoda, melyek közül 13 már megnyitotta kapuit. A tornatermek tekintetében az első ütemben 27, a második ütemben pedig 20 új tornaterem megépítésére kerül sor, amelyek közül 22-t már át is tudtunk adni országszerte. 4 komplett vadonatúj iskolát adtunk át eddig, és 16 új vagy felújított tantermet. 6. alkalommal indult el a Tiszai Petkupa. A hulladék derbi a sport, az önkéntesség és a környezet tudatosság erejével hívja fel a figyelmet a folyóvizek védelmére és a helyes hulladékkezelés fontosságára. A programsorozat révén augusztus 4-től 12-ig tisztítják meg a megye Tisza érintette településeit, a műanyag palackoktól és egyéb apró hulladékoktól. Ami itt előttünk van, az a világ legnagyobb hulladékon lebegő hulladékgyűjtő hajója. A begyűjtött palackokból készítik hajóikat a Petkupa résztvevői. Ezzel is támogatják a hulladékok megfelelő újrahasznosítását, vegyítve a sportossággal, játékossággal, ami egyébként az egész kupát áthatja. Nagyon sokan, akik itt vannak, imádnak vizitúrázni, tehát hogy számukra ez a nyár, vagy ez a kikapcsolódás, hogy egy hajóval a vízen csorogni, nézni egy gyönyörű ártéri erdőt, és aztán megállni vagy egy lapájon, vagy egy kempingben. És amikor ezek az emberek meghallották, hogy van lehetőség arra is, hogy ezt csinálják, de közben még hozzájárulnak ahhoz, hogy a Tisza azt mentesüljön a hulladéktól. Bár a Tiszai Petkupa fontos része a kikapcsolódás, azért mégis nehéz feladattal néznek szembe az önkéntesek. Ahogy haladnak a PET hajóikkal, sorra gyűjtik az elhullott hulladékokat, javarészt a műanyag palackokat. Idén rekordmennyiségre lehet számítani a begyűjtött hulladékok terén. 4 nap alatt 2-3 tonna szemetet gyűjtöttek eddig be, ami korábban jelentősen kevesebb volt ennyi idő alatt. A fontos kihívás, melyik csapat gyűjt több hulladékot, egyértelműen a kupát az a csapat fogja nyerni, aki a legtöbb szemetet szedte ki a folyóból meg az ártérből, de emellett vannak nagyon jópofa ügyességi, műveltségi vetélkedők. Ma például túl vagyunk egy manőverezési versenyen, ahol ilyen vízbe leszúrt karókat kellett a csapatoknak kerülgetni, ahol tudják bizonyítani, hogy a PET hajó az igazából nem csak egy elszabadult stég, vagy tutaj, vagy ponton, hanem ezek igenis manőverezhető, esetenként egész gyors és fürge hajók. Az önkéntes programsorozat Szatmárcsekéről indult augusztus 4-én, és Tiszamogyoróson ér véget augusztus 12-én. 1500 palack vizet osztottak szét a közterületfelügyelet munkatársai Nyíregyházán a belvárosban közlekedőknek. Kovács Ferenc polgármester a hőségriasztásra tekintettel rendelt el idén is a palackozott ásványvíz osztását. A polgármester a vízosztással kapcsolatban kiemelte, fontos, hogy figyeljünk egymással a hőségben. Azért fontos, mert ez a hőség most már napok óta tart, az országos tisztifőorvos másodszor rendelte a hőségriasztást, ilyenkor mindig az önkormányzat felkészül egy ilyen akcióra, aminek nem csak az a lényege, hogy segítsük az embereket, hanem fel is hívjuk a figyelmüket arra, hogy vigyázzanak egymásra, jobban figyeljenek a gyerekekre, idősekre, szomszédokra, különösen a betegekre, barátokra, mert ilyenkor megnő a veszély, és ezért elrendeltük, hogy a párokapok is hosszított nyitvatartásba üzemelnek, működnek a szökőkutak, az ivóvízkutak, mindez ilyenkor nagyobb jelentőséggel bír. 2 pandával gazdagodott a Nyíregyházi Állatpark. A vörös macska medvéknek is nevezett nőstény kölykök az állatparkban születtek, és már 9 hetesek. Átestek a kötelező állatorvosi vizsgálatokon, és ha elég idősek lesznek, más állatparkokban folytathatják a fajta mentő programot. Igazi ritkasággal gyarapodott a Nyíregyházi Állatpark állománya. Kis panda, más néven vörös macska medvék születtek, rögtön 2. Az ikrek 9 hete látták meg a napvilágot, szüleik Pozsonyból és Szecsuánból érkeztek Nyíregyházára 4 évvel ezelőtt az Európai Fajmegőrzési Program keretében. Igazi ritkaságról beszélünk, hiszen zártartási körülmények között nagyon ritkán szaporodik ez a faj. A természetben a Himalájában élnek 2000 méter tengerszint feletti magasság felett. Különleges szűrük alkalmazkodott ez az zord időjáráshoz. Nagyon vastag aljszőrzet és különleges fedőrszőrzet is segíti, hogy mindig szárazon legyenek és jó melegben.
A kölyköknek 5 hetesen nyílt ki a szemük, most 9 hetesek, így elérkezett az idő, hogy átessenek a következő állatorvosi vizsgálatokon. Mint kiderült, mindkét csöpség nőstény, egyikőjük jelenleg 620, míg a másik 710 grammos. Az édesanyja nagyon védi ilyenkor még a kölyköket, jelenleg 9 hetesek, még ilyenkor szopnak is, bár már elkezdték a bambuszleveleket, illetve a zöldségféléket kóstolgatni, amit az édesanyjuk a fészekbe visz ilyenkor. Látható volt, hogy a bűzmirigyüket ilyenkor már elereztik a kölykök, már vannak ennyire idősek, és erre az anya rögtön reagált. Ahogy veszélyt érez, rögtön szalad a kölykökhöz, és ezért gyakori a költöztetés is. Hogyha nem érzi már biztonságosnak a saját helyüket, átviszi inkább másik fészekbe, és csinál másikat. Éppen ez volt látható veszélyben. Érezte őket, azonnal jött oda és megpróbálta átköltöztetni őket egy kicsit biztonságosabb helyre. Természetes környezetükben az utóbbi években közel 40%-kal csökkent az állomány, amiért az élőhelyek pusztulása és az orvadászat felelős. A faj megőrzési programban ezért a nyíregyházi kis nőstények 8-9 hónaposan, amikor már szállíthatóak lesznek, átkerülnek majd egy másik európai állatkertbe. Szombaton a Ferencváros ellen játssza első hazai NB1-es meccsét a kisvárdai futballcsapat. A 100%-os teljesítménnyel lista vezető fővárosiak elleni találkozón avatják fel a Várkerti stadiont. A mérkőzéssel kapcsolatos tudnivalókról csütörtökön tájékoztatták a sajtóképviselőit. Ma délután még üresek voltak a székek a Várkerti stadion lelátóin, szombat este 7:30-kor azonban már foglalt lesz mind a 2850 hely, valamint teltház lesz a 9 Skyboxban is. A Kisvárda első NB1-es hazai meccsére ugyanis elfogyott az összes jegy, azaz óriási érdeklődés kíséri a Ferencváros vendégjátékát. A találkozót felvezető sajtótájékoztatón Révész Attila sportigazgató elmondta, az élvonalban minden területen magasabbak az elvárások a korábban megszokottaknál, így kérik a szurkolókat, hogy alkalmazkodjanak a megváltozott körülményekhez. Tavaly egy picit mondhatom, hogy vidéki a stadionból egy nagyon kultúrát, modern európai létesítményben, valódi stadionba kerül át a mérkőzés helyszíne. És hát ez egy picit megbonyolít a helyzetet. Jóval nehezebb lesz a stadionba való bejutás, a sporttörvénynek való megfelelés kényszere miatt. Azonosítás alapján után lehet csak belépni. Ellenőrző pontok lesznek, a jegyeknek a vonalkódos leolvasása után lehet csak a katlanba belépni. Ezért azt kérném a szimpatizánsoktól, szurkolóktól, vendégektől, ellenőröktől, hogy egy picit, ha lehet, korábban jöjjenek a korábban megszokottaktól. Egész biztosan nagy lesz a felfordulás már a bevezető utakon is, ezért ha 7:30-as kezdésről beszélünk, ha 6 órára ott vannak, nem veszítenek semmit, megfelelően tudnak majd szórakozni a mérkőzés előtt is, közben is reméljük, és után is, tehát adjanak lehetőséget, időt arra, hogy kielvezék ezt a 2-3-4 órát, nagyon nagy mennyiségű parkolóára mindenkinek a rendelkezésére, a hazai szimpatizánsok egyelőre csak a Vár utca felől tudnak jönni. Kisvárda polgármestere szerint sporttörténelmi jelentőségű esemény lesz a város életében a Ferencváros elleni stadionavató. Azt hiszem, hogy egy első hazai mérkőzés, ami éppen a Ferencvárossal, az örökös bajnokkal lesz együtt, egy csodálatos érzés a városlakóknak. Csodálatos érzés az, hogy egy új stadionban, és egy olyan stadionban, amit nevezhetünk bátran stadionnak a tervezés alapján, a kivitelezés alapján, és azt hiszem, hogy a város polgárai, a város környékéről, akár távolabb vidékekről egy teltházas mérkőzést láthatunk. Én bízom benne, hogy nagy lelkesedéssel, nagy örömmel, nagy együttműködéssel, tehát együtt lesz a város. És ez reméljük egy hazai meccsen, egy jó játékkal, egy jó meccset játszhatunk. Bár a papírforma a 9 ponttal listavezető Ferencváros mellett szól, Révész Attila bízik abban, hogy az eddig pont nélkül álló Kisvárda megszakítja negatív sorozatát. Én biztos vagyok benne, hogy hazai pályán sokkal nagyobb motiváció lesz és önbizalom a játékosokban, és sokkal nagyobb teljesítményt fognak tudni kitenni a pályára, amely titkon azért egy döntetlen elérését is gondoltatja, vagy felvetíti bennem. Én nagyon remélem, hogy ez egy olyan utat indít el, olyan folyamatnak az elején vagyunk, amely a későbbiek során megalapozhatja a hosszú távú jövőt, nem csak az NB1-ben, hanem adott esetben a kisvárdai fiataloknak a beépítését, amely most már egy megyeves osztályú csapatként elindítja szintén a versenyt a szombati nap, 15 órától Tiszavasváriban szerepelnek, és egy olyan motiváció, egy olyan jövőkép lopik majd előttük, hogy igen,
egy ilyen stadionban léphetek majd pályára, és ez a hosszú távú elképzeléseinket remélem, hogy nagyon-nagyon meg fogja tudni erősíteni. A Kisvárda-Ferencváros mérkőzés szombat este 19:30 kezdődik a Várkerti stadionban. A Kölcsei Televízió nézői vasárnap 20:30-tól láthatják a találkozót. A negyedik forduló további párosítása a következő, MOL Vidi FC Debrecen, Szombathely Puskás Akadémia, MTK Budapest Diósgyőr, Mezőkövesd Budapest Honvéd és Paks Újpest. Az idény 6. ATP ezres versenyének eddigi legnagyobb meccsét játszott a Fucsovics Márton szerda este Torontóban. A Rogers Cup második fordulójában Stan Wawrinka várt a magyarra. Fucsovics 6-1, 6-7, 3-0-ra vezetett a svájci klasszis ellen, és a döntő játszma rövidítésében 4 meccs labdája volt. Innen fordított Wawrinka és győzött 2:44 alatt. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Magyarországon teljesen egyedülálló gépet vásárolt a Nyíregyházi Colorpack ZRT. A csúcs technológiát képviselő offset nyomógép a legjobbnak számít jelenleg hazánkban, beleszámolva azokat a külföldi tulajdonú, multinacionális csomagolóanyaggyártó cégeket is, amelyeknek hazánkban működik telephelyük. A nyíregyházi vállalkozás saját képzést szervez a szakképzett munkaerőhiány pótlására. Iskolatáskával együtt, ha a legjobb minőségű árut veszik, akkor körülbelül 25-30 ezer forint körüli összegre számolhatnak az első osztályosok szülei a papírírószerek kasszájánál. Az iskolakezdés az első osztályosoknak a legdrágább, nekik ugyanis mindent első alkalommal kell megvenni. Ezzel szemben egy középiskolás tanévkezdése már 10-15 ezer forintból is megoldható, ha a papírírószereket nézzük. A Tisza megtisztítása, a kikapcsolódás és a sport játszanak fontos szerepet a 6. Tiszai PET kupában. A programsorozat révén augusztus 4-től 12-ig tisztítják meg a megye Tisza érintette településeit, Szatmárcsekétől Tiszamogyorósig. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták augusztus 9-én csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk. Döntően a Kárpát-medencétől északkeletre elhelyezkedő anticiklon alakítja időjárásunkat, ennek megfelelően folytatódik a napos, meleg idő sok napsütéssel. Az előttünk álló éjszaka többnyire gyengén felhős idő várható. Záporzivatar az esti órákban még előfordulhat. A délkeleti szél helyenként megélénkül. Reggelre általában 17 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a kevés fátyol és gomoly felhő mellett sok napsütés várható, majd kora délutántól erőteljes gomoly felhő képződés valószínű, záporzivatar is előfordulhat. A déli szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. Délutánra 34 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. 11 és 15 óra között erős UVB-sugárzás várható, ezért ebben az időszakban nem ajánlott tartósan a napon tartózkodni. Szombaton még szorványosan várható zápor, zivatar, majd a hideg front térségünkben feloszlik. A folytatásban ismét napos, általában csapadékmentes idő lesz, a hőmérséklet ismét mindenütt meghaladja a 30 fokot. A jövő hét közepén érkezhet egy újabb lehűlés, de ennek mértéke, sőt az esélye is még bizonytalan.